Az ígéretek teljesedése. 10. fejezet. Kiáltó szó a pusztában. A messiás eljövetelét régóta váró hűséges izraeliták közül előlépett Krisztus útkészítője. Zakariás, az idős pap, és felesége Erzsébet mind a ketten igazak valának az Isten előtt. Lukács 1.6. Csendes, szent életükkel a hit világosságát árasztották, mint a csillag a gonosz napok sötétjében. Ennek az istenfélő házas párnak Isten fiú gyermeket ígért, aki az Úr előtt jár, hogy az ő útait megkészítse. Lukács 1.76. Zakariás Júdeának hegyes tartományában lakott, de felment Jeruzsálembe, hogy egy héten át a templomban szolgáljon. Minden papnak évenként kétszer kellett ezt tennie. Lőn pedig, hogy mikor ő rendjének sorában papi szolgálatot végzett az Isten előtt, a papi tiszt szokása szerint reájutott a sor, hogy bemenvén az Úrnak templomába jó illatot gerjesszen. Lukács 1.8-9. Az aranyoltár előtt állt a szentélyben, a szent helyen. A tömjén felhő Izrael imáival együtt szállt föl Istenhez. Hirtelen tudatára ébredt, hogy az Istenség jelen van. Az Úr angyala állt a füstölő oltár jobbja felől. Lukács 1.11. Az, hogy az angyal jobb felől állt, kifejezte Isten kegyét, de Zakariás ezt nem vette észre. Sok éven át imádkozott a megváltó eljöveteléért, s most a menny elküldte követét, hogy bejelentse, imái meghallgatásra találtak. Isten kegyelme túl nagynak tűnt számára ahhoz, hogy elhiggye. Erőt vett rajta a félelem és a bűntudat. De örömteli biztosítékot nyert az üdvözletből. Ne félj, Zakariás, mert meghallgattatott a te könyörgésed, és a te feleséged Erzsébet szül néked fiat, és nevezed az ő nevét Jánosnak, és lészente néked örömödre és vigasságodra, és sokan fognak örvendezni az ő születésén, mert nagy lészen az Úr előtt, és bort és részegítő italt nem iszik, és betelik szent lélekkel, és az Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz. És ez ő előtte fog járni, az íjés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet. És mondd a Zakariás az angyalnak, miről tudhatom én ezt meg, mert én vén vagyok, és az én feleségem is igen idős. Lukács 1.13-18. Zakariás jól tudta, hogyan kapott Ábrahám idős korában gyermeket. Hitte, hogy az, aki az ígéretet tette, hűséges. De az idős pap egy pillanatra az emberi fogyatékosságra gondolt. Elfelejtette, hogy amit Isten megígért, az teljesíti. Mekkora ellentét feszül Zakariás hitetlensége és a názáreti hajadon Mária kedves gyermeki hite között, akinek ez volt a válasza az angyal csodálatos kijelentésére. Ím hol az Úrnak szolgálója, legyen nékem a te beszédet szerint. Lukács 1.38. Zakariás fiának születése, csak úgy, mint Ábrahámé és Máriáé, nagy lelki igazságra tanít, olyanra, amelyet lassan tanulunk meg, és rögtön elfelejtünk. Önmagunkban képtelenek vagyunk bármi jót tenni, de amit mi nem tudunk megcsinálni, azt Isten ereje elvégzi minden alázatos és hívő lélekben. Hitáltal született meg az ígéret gyermeke. Hitáltal kapjuk a lelki életet, és hitáltal válunk képessé arra, hogy a megigazulás gyümölcseit teremjük. Zakariás kérdésére az angyal így felelt. Én Gábriel vagyok, ki az Isten előtt állok, és küldettem, hogy szóljak veled,
és ez örvendetes dolgokat jelentsem néked. Lukács 1.19. 500 évvel azelőtt Gábriel adta Dániel tudtára azt a profétai korszakot, amely Krisztus eljöveteléig tartott. Zakariás tudta, hogy e korszak vége közel van, és ez indította arra, hogy a messiás adventjéért imádkozzék. Most pontosan ugyanaz a követ, aki a jövendőlést tolmácsolta, jött el, hogy jelentse beteljesedését. Az angyal szavai, én Gábriel vagyok, aki az Isten előtt állok, jelzik, hogy a mennyei udvarban magas tisztséget tölt be. Lukács 1.19. Amikor Dánielnek hozta az üzenetet, ezt mondta. Senki sincsen, aki én velem tartana ezek ellenében, hanem csak Mihály, azaz Krisztus, a ti fejedelmetek. Dániel 10.21. A megváltó ezt mondja Gábrielről a jelenések könyvében. Elküldvén azt az ő angyala által, megjelenté szolgájának Jánosnak. Jelenések 1.1. Jánosnak az angyal kijelentette. Szolgatársad vagyok néked, és a te atyád fiainak, a prófétáknak. Jelenések 22.9. Milyen csodálatos, hogy Isten azt az angyalt választotta ki, hogy szándékait feltárja a bűnös embernek, aki rangban közvetlenül Isten fia után következik. Zakariás kételkedett az angyal szavaiban, ezért nem beszélhetett egészen addig, amíg a jövendőlés be nem teljesedett. Ímé, mondta az angyal, megnémulsz mind ama napig, amelyen ezek meglesznek, mivel hogy nem hittél az én beszédimnek, amelyek beteljesednek az ő idejükben. Lukács 1.10. A pap feladata volt, hogy az Isten tisztelet során imádkozzék a nyilvános és a nemzeti bűnök bocsánatáért és a messiás eljöveteléért, de amikor Zakariás ezt megkísérelte, egy hangot sem tudott kiejteni. Kijött, hogy megáldja a népet, csak integetett nékik, és néma maradt. Lukács 1.22. A nép sokáig várt, és már attól kezdett félni, hogy a papot Isten ítélete sújtotta. De amint kilépett a szent helyről, arca Isten dicsőségét sugározta, és eszükbe vevék, hogy látást látott a templomban. Lukács 1.22. Zakariás értésükre adta, amit látott és hallott, és mikor leteltek az ő szolgálatának napjai, elméne haza. Lukács 1.23. Nem sokkal a megígért gyermek születése után az apa nyelve megoldódott, és szóla áldván az Istent, és félelem szállott minden ő szomszédaikra, és Júdeának egész hegyes tartományában elhirdettetének minde dolgok, és szívökre vevék mindenek, akik hallák, mondván, vajon mi lesz e gyermekből? Lukács 1.64-66. Mindez azért történt, hogy az emberek felfigyeljenek a messiás jövetelére, akinek útját Jánosnak kellett készítenie. A Szentlélek megnyugodott Zakariáson, és ő ezekkel a gyönyörű szavakkal prófétált fia küldetéséről. Te pedig, kisgyermek, a magasságos Isten prófétájának hivattatol, mert az Úr előtt jársz, hogy az ő útait megkészítsed, és az üdvösség ismeretére megtanítsad az ő népét, a bűnöknek bocsánatjában. Ami Istenünk nagy irgalmasságáért, amellyel meglátogatott minket a naptámadat a magasságból, hogy megjelenjék azoknak, akik a sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek, hogy igazgassa a mi lábainkat a békességnek útjára. Lukács 1.76-79. A kisgyermek pedig nevekedik és erősödik vala lélekben, és a pusztában vala mind a manapig, amelyen megmutatta magát az Izraelnek. Lukács 1.80. János születése előtt az angyal azt mondta, mert nagy lészen az Úr előtt,
és bort és részegítő italt nem iszik, és betelik szent lélekkel. Lukács 1.15. Isten nagy munkára hívta el Zakariás fiát, a legnagyobbra, amit valaha emberre bízott. E munka elvégzéséhez Jánosnak szüksége volt arra, hogy az Úr együtt munkálkodjék vele. Tudta, hogy Isten lelke vele lesz, ha megtartja az angyal utasításait. Jánosnak az Úr követeként kellett fellépnie, hogy feltárja az embereknek Isten világosságát. Új irányba kell terelnie gondolataikat. Rá kell ébresztenie őket Isten kívánalmainak szentségére, arra, hogy szükségük van tökéletes igazságosságára. Az ilyen követnek szentnek kell lennie. A benne lakozó isteni szent lélek templomává kell válnia. Annak érdekében, hogy küldetését betölthesse, egészséges testtel, szellemi és lelki erővel kell rendelkeznie. Uralnia kell étvágyát, szenvedélyeit, összes képességét, hogy olyan rendületlenül állhasson a különböző helyzetekben is, mint a puszta sziklái és hegyei. Keresztelő János idejében széles körben elterjedt a nyereségvágy, a fényűzés és a nagyzás. Az érzéki örömök, a lakomázás és ivás testi betegségeket, elkorcsosulást okoztak, csökkentették a bűnnel szembeni érzékenységet, bénították a lelki fogékonyságot. Jánosnak reformátorként kellett fellépnie. Önmegtartóztató életével és egyszerű ruházatával korának túlkapásait kellett megrónia. Ezért kaptak János szülei utasításokat. Az angyal a menny trónjától hozta a mértékletesség leckéjét. A jellem gyermek és ifjúkorban a legformálhatóbb. Ekkor kell elsajátítani az önuralmat. A családi tűzhely és asztal mellett áradó befolyás kihatása olyan maradandó, mint az örökké valóság. A gyermekkorban kialakított szokások bármely természetes adottságnál jobban meghatározzák, hogy az ember győz vagy alul marad az élet harcában. Az ifjúkor a magvetés ideje. Eldönti, milyen lesz a termés ebben az életben és az eljövendőben. Jánosnak prófétaként feladata volt, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet. Lukács 1.17. Azzal, hogy Krisztus első adventjét készítette elő, azokat jelképezte, akiknek egy népet kell elkészíteniük a mi Urunk második eljövetelére. A világban az egyéni vágyak kielégítése a cél. Rengeteg a tévedés, a hamis állítás. Sátán még több csapdát állít fel a lelkek elpusztítására. Mindazoknak, akik istenfélelemmel szentségre törekszenek, meg kell tanulniuk a mértékletesség és az önuralom leckéit. Az étvágyat, a szenvedélyeket, az értelem magasabb rendű erejének kell alávetni. Ez az önfegyelem létfontosságú ahhoz a szellemi erőhöz és lelki érzékenységhez, amely képessé tesz minket arra, hogy Isten szavának szent igazságait megértsük és gyakoroljuk. Ezért a mértékletességnek szerepe van a Krisztus második eljövetelére való felkészülésben is. A dolgok természetes rendje szerint Zakariás fiának papi pályára kellett volna lépnie. De a rabbik iskoláinak nevelése alkalmatlanná tette volna munkájára. Isten nem a teológusokhoz küldte, hogy megtanulja, hogyan kell magyarázni az írásokat. A sivatagba hívta, hogy a természettől és a természet istenétől tanulhasson. Magányos tájon talált otthont, kopár hegyek, kietlen szakadékok és sziklás barlangok között. Ő választotta a lemondást az élet élvezeteiről, a fényűzésről,
a szigorú fegyelem javára. Itt környezete kedvezett az egyszerűség és önmegtagadás elsajátításának. Nem zavarta a világ zaja, tanulmányozhatta a természet, a kinyilatkoztatások és a gondviselés leckéit. Istenfélő szülei gyakran ismételték el az angyal Zakariáshoz intézett szavait. Gyermekkorától fogva szeme előtt lebegett küldetése, és elfogadta a szent igazságot. Számára a sivatag magánya örvendetes menekvés volt a társadalomból, amelyet a gyanakvás, a hitetlenség és az erkölcstelenség csak nem teljesen áthatott. Nem bízott abban, hogy saját erejéből ellen tud állni a kísértésnek. Irtózott a bűnnel való állandó érintkezéstől, nehogy elveszítse érzékenységét a bűn rendkívüli rombolásával szemben. Születésétől fogva Istennek szentelték, mint Nazireust, és ő maga is fogadalmat tett, hogy egész életét az Úrnak áldozza. Öltözete olyan volt, mint hajdan a prófétáké, bőrövvel körülkötött teveszőr ruha. Eledele a pusztai sáska és erdei méz volt, itala a hegyek tiszta vize. Márk 1.6. János élete mégsem tétlenségben, önsanyargató komorságban vagy önző elszigeteltségben telt. Időnként elment és elvegyült az emberek között. Mindig érdeklődéssel figyelte, mi történik a világban. Csendes visszavonultságából nyomon követte az események kibontakozását. Az isteni lélek megvilágosította értelmét, így tanulmányozta az emberek jellemét, hogy megértse, hogyan férkőzhet szívükhöz az égi üzenettel. Küldetésének terhe ránehezedett. Magányában, elmélkedve és imádkozva vágyakozott arra, hogy lelkét felövezze az előtte álló életre. Bár a pusztában élt, mégsem kerülték el a kísértések. Amennyire csak tehette, minden utat elzárt, ahol Sátán megközelíthette. A kísértő mégis támadta, de lelki érzékelése tiszta volt. Erős, határozott jellemet fejlesztett ki, és a Szentlélek segítségével képes volt nyomon követni Sátán közeledését, és ellen tudott állni hatalmának. János iskolára és szentélyre lelt a pusztában. Csak úgy, mint Mózest Midián hegyei között, őt is átjárta Isten jelenléte, körülvették hatalmának bizonyítékai. Neki nem a hegyvidéki magány ünnepélyes fensége jutott lakhelyül, mint Izrael nagy vezérének, de láthatta a Jordánon túl Moab magaslatait, amelyek arról beszéltek, aki a hegyeket alkotta és megerősítette. Pusztai otthonában a természet sivár, szörnyű látványa élénken ábrázolta Izrael állapotát. Az Úr termékeny szőlője kopár pusztasággá vált, de a sivatag fölé hajlott a ragyogó, gyönyörű égbolt. A gyülekező sötét viharfelhőket átívelte az ígéret szivárványa. Így fény lett a messiás uralkodásának megígért dicsősége Izrael romlottsága felett. A harag felhőit áthidalta Isten szövetségének, kegyelmének szivárványa. A csöndes éjszakában egyedül olvasta ki az Ábrahámnak tett ígéretet, hogy Isten úgy megsokasítja magvát, mint a csillagokat. A hajnal fénye, amely bearanyozta Moab hegyeit, róla beszélt, aki olyan, mint a reggeli világosság, mikor a nap feljő, mint a felhőtlen reggel. 2 Sámuel 23.4. És a verőfényes délben az ő megnyilatkozásának fényét látta, amikor megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt. Ézsaiás 45. Félelemmel, tisztelettel, mégis újjongó lélekkel kutatta a messiás jöveteléről szóló kinyilatkoztatásokat
a profétikus tekercsekben a megígért magról, aki a kígyó fejére tapos. Silóról, a béke fejedelméről, akinek akkor kell megjelennie, mielőtt egy bizonyos király befejezi uralkodását Dávid trónján. Ézsaiás 9:6. Most eljött az idő. Római uralkodó ült a Sion hegyi palotában. Az Úr biztos szava szerint Krisztus már megszületett. Ézsaiás elragadtatva ábrázolta a messiás dicsőségét, János éjjel-nappal ezt tanulmányozta. Az Isai törzséből származó vesszőszál, az igazságban uralkodó király, aki igazságban ítéli a gyöngéket, Ézsaiás 11:4, oltalom zivatar ellen, nagy kőszál árnyéka a szomjúhozó földön, Ézsaiás 32:2. Izraelt nem kell többé elhagyatottnak nevezni, sem pedig földjét pusztaságnak, hanem az Úr gyönyörűségemnek fogja hívni, földjét pedig férjhez adottnak. Ézsaiás 62:4. A magányos száműzött szívét dicsőséges látomást töltötte be. János a királyt szemlélte szépségében, és magáról elfeledkezett. Nézte a szentség fenségét, önmagát alkalmatlannak, méltatlannak érezte. Kész volt, hogy a menny követeként elinduljon. Nem félt az emberektől, mert Istenre tekintett. Emelt fővel, félelem nélkül tudott a földi uralkodók elé állni, mert már mélyen meghajolt a királyok királya előtt. János nem teljesen értette a messiás királyságának miben létét. Azt várta, hogy Izrael majd megszabadul nemzeti ellenségeitől, de mindenek felett abban reménykedett, hogy eljön egy igazságos király, és Izraelt szent néppé teszi. Így hite szerint beteljesedik a születésekor adott jövendőlés, hogy megemlékezzék az ő szent szövetségéről, hogy megszabadulván a mi ellenségeink kezéből, félelem nélkül szolgáljunk neki, szentségben és igazságban ő előtte, a mi életünknek minden napjaiban. Lukács 1:72-75. Látta népét becsapottan, önelégülten és bűneiben szunnyadva. Arra vágyott, hogy szentebb életre ébressze őket. Az Istentől rábízott üzenetnek az volt a célja, hogy felrázza őket közönyükből, és félelmet keltsen bennük mérhetetlen gonoszságuk miatt. Mielőtt az evangélium magva megfelelő helyre kerülne, fel kell törni szívük talaját. Mielőtt Jézusnál gyógyulást keresnének, rá kell ébredniük, milyen veszedelmesek a bűnsebei. Isten nem azért küld követeket, hogy hízelegjenek a bűnösnek. Nem hirdet békeüzenetet, hogy végzetes biztonságérzetet nyújtson a meg nem szentelt embereknek. Mély bűntudatot kelt a bűnös lelkében, a meggyőzés nyilaival járja át a szívét. A szolgáló angyalok elétárják Isten félelmetes ítéleteit, hogy elmélyítsék hiányérzetét, és mi hamarabb kiáltsa, mit kell tennem, hogy üdvözüljek. Akkor a kéz, amely porig alázott, felemeli a megtérőt. A hang, amely megfette a bűnt, és megszégyenítette a büszkeséget, becsvágyat, gyöngéd részvéttel kérdi. Mit akarsz, hogy cselekedjem veled? Amikor János szolgálata elkezdődött, a nép izgatottsága, elégedetlensége már-már forradalomba csapott. Archelaus eltávolítása után Júdea közvetlenül Róma fennhatósága alá került. A római helytartók zsarnoksága és visszaélései, valamint határozott erőfeszítései, hogy bevezessék a pogány jelképeket és szokásokat, lázadást szított, amelyet vérbe folytottak, és a legbátrabb zsidók ezrei pusztultak el. Mindez mélyítette a Róma elleni gyűlöletet, és fokozta
a hatalma alóli szabadulás vágyát. A széthúzás és viszály közepette egy hang hallatszott a pusztából, megdöbbentő és szigorú, mégis reményteli hang. Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Máté 3.2. Ez új, különös erővel hatott a népre. A próféták Krisztus jövetelét a távoli jövő eseményeként jövendölték, e kijelentés szerint viszont közvetlen közel van. János rendkívüli megjelenése hallgatóinak gondolatait az ősi látnokokra terelte. Modora, ruházata Illés prófétájéhoz hasonlított. Illés lelkével és erejével leplezte le a nemzeti romlást, és fette meg az eluralkodó bűnöket. Szavai egyszerűek, tömörek és meggyőzőek voltak. Sokan azt hitték, hogy egy halott próféta támad fel személyében. Az egész népet felrázta. Tömegek sereglettek a pusztába. János a messiás eljövetelét hirdette, és megtérésre szólította fel a népet. A bűntől való tisztulás jeléül alámerítette őket a Jordán vizében. Ezzel a jelentős szemléltető tanítással azt mutatta be, hogy akik Isten választott népének tartják magukat, bűntől szennyezettek. Szívük és életük megtisztítása nélkül aligha lehetnek részesei a messiás országának. Fejedelmek, rabbik, katonák, vámszedők és parasztok mentek, hogy a prófétát meghallgassák. Egy ideig az ünnepélyes isteni figyelmeztetés felrázta őket. Sokan megbánták bűneiket és megkeresztelkedtek. Mindenféle rendű, rangú ember alávetette magát a keresztelő János által támasztott követelményeknek, hogy részesei lehessenek a királyságnak, amit meghirdetett. Sok írástudó és farizeus is eljött, megbánta bűneit és kérte a keresztséget. Magukat dicsőítették, mintha másoknál jobbak volnának, és elvárták, hogy az emberek nagyra tartsák kegyességüket. Most lelepleződtek életük bűnös titkai. Jánost figyelmeztette a Szentlélek, hogy közülük sokan nincsenek meggyőződve bűnösségükről, csak köpönyek forgatók. Azt remélték, hogy a próféta barátaiként majd az eljövendő fejedelem kegyeibe juthatnak. Azt hitték, hogy ha a népszerű fiatal tanító kereszteli meg őket, ez növelni fogja befolyásukat a nép között. János metsző kérdéssel fogadta őket. Mérges kígyóknak fajzatai, kicsoda intett meg titeket, hogy az Istennek elkövetkezendő haragjától megmeneküljetek. Teremjetek hát a megtéréshez illő gyümölcsöket. És ne gondoljátok, hogy így szólhattok magatokban, Ábrahám a mi atyánk. Mert mondom néktek, hogy Isten eme kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. Máté 3.7-9. A zsidók tévesen értelmezték Isten ígéretét az Izrael iránti örök kegyről. Ezt mondja az Úr, aki adta a napot, hogy világítson nappal, aki törvényt szabott a holdnak és a csillagoknak, hogy világítsanak éjjel, aki felháborítja a tengert és annak habjai zúgnak, seregek ura az ő neve. Ha eltűnnek-e törvények előlem, azt mondja az Úr, az Izraelnek magva is megszakad, hogy soha én előttem nép ne legyen. Ezt mondja az Úr, ha megmérhetik az egeket ott fenn, és itt alant kifürkészhetik a föld fundamentumait, én is megutálom Izraelnek minden magvát, mindazokért, amiket cselekedtek, azt mondja az Úr. Jeremiás 31.35-37. A zsidók Ábrahámtól való természetes származásuk alapján igényt tartottak erre az ígéretre. Szemet hunytak azonban az Isten által szabott feltételek fölött. Az Úr, mielőtt az ígéretet adta, így szólt. Törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be,
és istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek. Mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem. Jeremiás 31-33-34. Isten kegyelme árad arra a népre, amelynek szívébe van írva törvénye. Ők egyek vele, de a zsidók elszakadtak Istentől. Bűneik miatt elszenvedték ítéleteit, ezért voltak pogány nép szolgaságában. Értelmüket elhomályosította a törvényszegés, és mivel az elmúlt időkben az Úr oly kegyelmes volt irántuk, találtak mentséget is bűneikre. Hízelektek maguknak, mintha másoknál jobbak volnának, és jogot formáltak Isten áldásaira. Mindezek megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. 1 Korintus 10:11. Milyen gyakran félreértelmezzük Isten áldásait, és azzal áltatjuk magunkat, hogy jóságunkért kedvez nekünk. Isten nem teheti meg értünk, amit szeretne. Ajándékai növelik önelégültségünket, és szívünket megkeményítik a hitetlenségben és a bűnben. János kijelentette Izrael tanítóinak, hogy büszkék, önzők és kegyetlenek. Inkább hasonlítanak mérges kígyók fajzataihoz, ami halálos átok az embereken, mint Ábrahám igaz és engedelmes gyermekeihez. Az Istentől kapott világosság fényében rosszabbak voltak a pogányoknál, akiknél sokkal felsőbbrendűbbnek érezték magukat. Elfeledkeztek a szikláról, amelyből Isten kifaragta őket, és a verem mélyéről, ahonnan kiemelte őket. Isten céljának véghez vitele nem tőlük függött. Ahogyan Ábrahámot kihívta a pogányok közül, úgy másokat is elhívhat a szolgálatára. Ezek szíve olyan élettelennek tűnhet, mint a sivatag kövei, de Isten lelke életre keltheti őket, hogy cselekedjék akaratát és beteljesüljön rajtuk ígérete. Immár pedig, mondta a próféta, a fejsze is rávettetett a fák gyökerére. Minden fa azért, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és a tűzre vettetik. Lukács 3:9. Egy fa értékét nem a neve, hanem a gyümölcse határozza meg. Ha a gyümölcs értéktelen, a név nem mentheti meg a fát a pusztulástól. János kijelentette a zsidóknak, hogy Isten előtti helyzetüket, jellemük és életük határozza meg. Hitvallásuk semmit sem ér. Ha életük és jellemük nincs összhangban Isten törvényével, akkor ők nem az ő népe. János szívhez szóló szavai elítélték hallgatóit. Kérdéssel fordultak hozzá. Mit cselekedjünk tehát? Lukács 3:10. János így felelt. Akinek két köntöse van, egyiket adja annak, akinek nincs, és akinek van eledele, hasonlóképpen cselekedjék. Lukács 3:11. Intette a vámszedőket és a katonákat, ne legyenek igazságtalanok, erőszakosak. Mindazok, akik Krisztus országának alattvalói lettek, mondta János, bizonyságot fognak tenni hitükről és bűnbánatukról. Kedvességről, becsületességről és hűségről fog tanúskodni életük. Szolgálni fognak a rászorulóknak, adományaikat Istennek szentelik. Menedéket nyújtanak a védtelennek, példaképei az erénynek és együttérzésnek. Krisztus követői így fogják bizonyítani a Szentlélek átformáló erejét. Mindennapi életükben igazságosság, irgalmasság és Isten iránti szeretet látható. Ha nem úgy élnek, olyanok lesznek, mint a pejva, amelyet tűzre vetnek. Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, mondta János, de aki utánam jő, erősebb nálamnál, akinek saruját hordozni sem vagyok méltó.
Ő szent lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Máté 3.11. Ézsaiás próféta kijelentette, hogy az Úr megtisztítja népét bűneitől, az ítélet lelkével, a megégetés lelkével. Ézsaiás 4.3. Az Úr így szólt Izraelhez. Kezemet ellenet fordítom, és kiolvasztom, mint egy lúggal salakodat, és eltávolítom minden olmodat. Ézsaiás 1.25. A bűnnel szemben, bárhol van is, ami Istenünk megemésztő tűz. Zsidók 12.29. Mindazokban, akik alávetik magukat hatalmának, Isten lelke megemészti a bűnt. De ha az ember ragaszkodik a bűnhöz, azonosul is vele. Azután pedig Isten dicsősége, amely elpusztítja a bűnt, el kell, hogy pusztítsa a bűnöst is. Jákob, miután egy éjszakán át küzdött az angyallal, felkiáltott. Látám az Istent színről színre, és megszabadult az én lelkem. 1 Mózes 32.30. Jákob súlyosan vétkezett Ézsau ellen, de bűnét megbánta. Isten megbocsátott neki, bűnétől megtisztította, ezért tudta elviselni Isten jelenlétének megnyilatkozását. De ha valaki csak Isten elé járul, és közben szánt szándékkal vétkezik, elpusztul. Krisztus második eljövetelekor a gonoszokat az Úr megemészti az ő szájának lehelletével, és megsemmisíti az ő megjelenésének feltűnésével. 2 Tesszalonika 2.8. Isten dicsőségének fénye, amely életet ad az igazaknak, elpusztítja a gonoszokat. Krisztusnak keresztelő János idejében kellett megjelennie és kinyilatkoztatnia Isten jellemét. Puszta jelenléte is nyilvánvalóvá teszi az emberek bűneit. Csak akkor juthatnak közösségre vele, ha meg akarnak tisztulni a bűntől. Csak a tiszta szívűek tartózkodhatnak jelenlétében. Keresztelő János így hirdette Isten üzenetét Izraelnek. Sokan megszívlelték tanítását, és mindent feláldoztak, hogy engedelmeskedjenek. Tömegek követték ezt az új tanítót egyik helyről a másikra, és jó néhányan dédelgették a reményt, hogy ő a Messiás. De amint János úgy látta, hogy az emberek felé fordulnak, minden lehetőséget megragadott, hogy hitüket az eljövendőre irányítsa.